Színázi percek Bótha Gáborral. Most úgy röviden, gyorsan három témán fogunk keresztül suhanni. Részben a 11. Nemzetközi Budapesti Cirkuszfesztivált is érintjük, aztán a Pesti Színház Haramiák című előadását, valamint a Vígszínház Isten ítélet című darabját. Kezdjük a cirkusszal, Gábor. Kezdjük a cirkusszal, Luczu, neki. Ugye a 11. alkalom, két évente rendezik meg, és tényleg nagyon rangos produkciók is vannak itt, meg időnként hát láttunk elég tréjeket is sajnos, tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy mondjuk olyan számnak nincs a helye egy nemzetközi cirkuszfesztiválon, egy rúdon egy nő vonaglik nagyjából nem sokkal jobban, lehet, hogy rosszabbul, mint ezeken a bizonyos erotikus helyeken, csak van egy kis dizájn, ilyen hajóvitorla, és az van játszva, még ha ellene játszva, de nincs, hogy hajótörés szenvedett a nő, de nem látod az arcán a rémületet, nincs igazán artista teljesítmény a dologban. Tehát, hogy ilyen típusú számoknak nem lenne szabad bekerülni. Milyen nemzetek vannak egyébként? Rengeteg, azt hiszem 11 ország volt 30 produkció talán, tehát a spanyoltól a franciáig, és az elképesztő kolumbiaiakig, akik egyébként itt voltak már az előző műsorban is, és tényleg ez tényleg világszám, mind a kettő egyébként, de az egyik az különösen, amelyik az aranydíjas is lesz. Lett ugye ez a 7 emberből álló gula biztosító kötél nélkül a magas dróton, ez tényleg a hihetetlen összpontosításnak az eredménye, tehát hogy itt, ha egy valaki vét, Akkor akár heten meghalhatnak, tehát hogy itt nincs mese. Tehát ez az, amikor hihetetlen módon kell koncentrálni egymásra, és tényleg benne van a dolognak a gyönyörűsége is, hogy olyat megcsinálni, amit senki nem tud, hogy kicsit legyőzni a gravitációt, hogy túllépni az emberi teljesítmények határán, és ez a szám ezt mind tudja, és hozzá még játékos is, tehát nem egy ilyen nyársat nyelten izzadság szagú, hanem tényleg gyönyörű. És voltak egyébként nagyon helyes, jópofa számok, ami nem világszám. Volt például egy srác, aki ilyen színesre festett lavórokkal zsonglőrködött. Hát de jó, úgy, de az is valami. De úgy, hogy közben össze-vissza tekerte, mint egy hajlékony akróbata a testét, tehát úgy ide tette a lábát, oda tette, ödehajlott, és közben a lábával, a kezével is mindenfélét. Hát mint ahogy te, amikor magyarázol. Ja, igen, körülbelül, csak nekem a lábam annyira nem mozog, de majd bevezetjük, csak majd oda is kell kamera. És akkor... És fülig ér a szája, mint nekem egyébként, nagyon, nagyon gyakran, és az egészből sugárzik a játékkedv és az öröm és a vidámság. Ez is a cirkusz. Amikor nem mondom azt, hogy hú, mekkora dolog, meg az életét kockáztatja, hanem játszik, mint egy kölyök, fantáziadúsan, helyesen, jó pofán, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rendben van. Egyébként volt egy valódi, ha jól emlékszem, mongol, ilyen hajlékony akróbata hölgy, aki tényleg hihetetlen, hogy össze tudta csomagolni magát a legkisebb méretre, és elképesztő, amiket csinál. Most ez tud nagyon csúnya is lenni, tudod? Amikor ilyen nagyon kigyúrt nő olyan nagyon erőlködve csinálja, ez egy kecses, szép nő volt. Tehát tényleg olyan kecses, könnyed tornamutatványszerűen, egyszerűen hihetetlen, hogy hova tette kezét, lábát, fejét, akármiért. Gyakran már szóval, azt érzem, hogy te sokkal szívesebben és sokkal nagyobb szeretettel jársz cirkuszba, mint színházba. Nem, azért ez nem így van. Imádom a cirkuszt, ez tény. És ebben a sznob világban ezt sokan ugye akár fel is lóhatják nekem, hogy hát ez nem komoly dolog, de hát már többször elmondtam, hogy ugye Karintitól Sagálig a legnagyobbak foglalkoztak cirkusszal, úgyhogy azt gondolom, hogy azért
azért ebben nagyon sok mindent bele lehet látni, miközben tényleg egy 3 éves gyerek is élvezni tudja hát a magas szintjén, és éppen ez a szép a dolog. Az is jó volt, hogy volt 3 jó magyar szám, gyakran nem nagyon lehetett ezeket összeizzadni. Voltak tradicionálisak, hasonlóak, mint a Ripper Figéreké, uh-huh. Tehát az egyik egy trió, a másik egy férj és egy feleség, úgy, tehát akik egymást emelik föl, és úgy csinálnak tornamutatványokat. Szép volt, és volt az új cirkusz felől érkező Biric Ákos, aki egy fiatal srác, én először a művészetek palotájában láttam, aki az úgynevezett gurtnin, amit tulajdonképpen egy gumi, föltekeri magát a kupolába, uh-huh. És ott száldos, és ott csinál mindenféle mutatványokat. Bocsánat, most láthatjuk a képernyőn a kolumbiakat, ez ugye? Nem. Vagy nem? De az előbb láthattuk. Az lehet. De azt én nem láttam, ez egy orosz lengőhinta ugra csoport, ahogy mondani szokták, Esse Piskóta. Na ez volt a trió, a magyar trió, ez pedig az amerikai légtornász szám. Ennek ugye érdekessége, hogy keresztbe is ugranak. Igen, igen, ez volt már hasonló. De Gábor, amondó vagyok, hogy menjünk tovább. Amondó, menjünk tovább. A Haramiákra térjünk el, ugye a Pesti Színház darabjára. Térjünk hát a Haramiákra. A Haramiák az ugye egy olyan előadás, ami megosztó, hogy finom legyek, illetve ha a Katona József Színház Baszkénében, a Jurányiban mutatták volna be, akkor valószínű, hogy nem így van. De hogy egykori remek kollégámat, Molnár Gál Pétert idézzem, aki ugye még egy miskolci előadás kapcsán írta azt, hogy megindító előadás, már a szünetben megindulnak haza a nézők. Na, ez egy olyan előadás, hogy körülbelül a nézők egyötöde hazamegy. Te is hazamentél? Eszem ágában nem volt, mert hogy amúgy egy egészen kiváló és remek előadás. Egy fiatal rendező, Srác Király B. Daniel rendezte, akinek én egyszer már beszéltem egy produkciójáról, a Heimbronni Katicáról, igen, ami igen, vizsga igen. Előadás volt, aztán a Jurányiban is adták. Nagyon erőteljes víziói vannak képileg, de ami ennél is fontosabb, hogy egy igen erős lázadás van ebbe a produkcióba, fölháborodás van a produkcióba, sok fiatal van benne a produkcióba, ugye azok közül is, akik a régi megszüntetett, nem régi, hanem a megszüntetett Sputnik tagjai voltak, és az Haramiák ugye a 22 éves Schillernek a darabja, azt lehet mondani, nem finomkodva, az előadás se finomkodik, van benne bizony káromkodás vastagon, uh-huh. Hogy arról szól, hogy ezeknek a srácoknak tele van a töke a világgal, és ezt kiordítják magukból, sőt azt lehet mondani, hogy gazemberekké válnak. Van egy figura, aki Orosz Ákos játszik, aki ugyanúgy, mint harmadik Richard bejelenti lényegében, hogy ő gazember lesz, és a hatalomba törekszik, és mindenkin keresztül gátol, és a testvére, az pedig, akit Király Dániel játszik, az pedig Haramiák, tehát szószoros értelemben rablógyilkosok élére áll, és egymás között is megy a bruszt és a másiknak a kiszorítása, és hát a vége azt kell, hogy mondjam, hogy mindenféle tömeghalál és rémség, hangos is az előadás, provokatív is az előadás időnként, megszólítja a nézőket, felgyújtják a nézőtéren a lámpákat, és kérdéseket tesznek fel, amire persze nem illik válaszolni, uh-huh. Ez egy színházi konvenció. És tele van nem csak jó színészi alakításokkal, hanem csoport, olyan csoportjelenete kell, amik rendkívül erősek. Térjünk át Istenítéletre. Istenítélet előadására, Mohácsi János rendezése, ez eredetileg ugye Arthur Millernek a Szálemi Boszorkányok című darabja, csak a Mohácsi testvérek, ahogy szokták, átírták, és ugye már Mohácsi már harmadszorra ugrik ennek
a darabnak neki nagyon erőteljesen foglalkoztatja őt. Ez először rendezte Kaposváron, aztán megrendezte milyen 5-6 évvel ezelőtt Pécsen, és most a Víg Színházban. Hát ugye ebbe kreált, csinált per van, úgymond boszorkány per van, és hogy tulajdonképpen azt mutatja be, hogy hogy lehet a tömeget hülyíteni mindenféle hazug eszmékkel, és hogy hogy veszik ezt be, illetve hogy van egy-két ember, aki mégiscsak ellenáll. Ugye Mohácsi nagyon szeret tömeget mozgatni. Itt a Víg Színházban van erre tere, vannak emberei. Tehát nagyon, nagyon erőteljes ez a bizonyos tömegmozgás. De erőteljes színészi gárdával is játszik azért. Hát erőteljes, ugye John Proctort adja Stoll András, aki egy olyan családapa, akinek esze ágába sincs hőssé válni meg forradalmának, azt gondolja, hogy ott feleségével, akit Herceg Adrián játszik egyébként, szintén remekül, és aki már a pécsi verzióba is a feleségét adta. Szóval, hogy élnek ők a gyerekeivel, és hagyják őket békén. Uh-huh. Csak ez az, amit ugye Kelet-Közép-Európában annyiszor megélünk, hogy a magánéletbe is belegyalogol a hatalom és a politika, és akkor ez egy gerinces pasi, aki nem hajlandó behódolni, és ezért a szószoros értelmében mágiára fog menni, és vannak ugye még ilyen emberek bőven ebben a darabban, nagyon erőteljes a zene is, ami Mohácsinál mindig fontos, ugye Kovács Márton vezetésével, aki rögtön az előadás elején hihetetlenül dobol, és az egész társaság olyan erőteljesen énekel, hogy az egyszerűen hátborzongató, és azt kell, hogy mondjam, hogy sok tekintetben és jó értelemben az előadás is hátborzongató. Na, ennek örülünk. Akkor tulajdonképpen volt egy cirkusz, Haramiák és az Isten ítélet, ami neked tetszett, úgy tűnik. Gábor, köszönjük szépen, jövő héten találkozunk, akkor, ha minden igaz. Szépen.